Sörös tarja flamand módra, egy klasszikus belga, pontosabban flamand ételnek a picit gyorsított változata. Négy szelet nagyon szép, friss tarját fogok hozzá használni. Ezt első körben összesen csak sózom, borsozom, picike lisztbe meg fogom majd forgatni, és rögtön serpenyőben pirítjuk. Ennek az ételnek az eredeti változata igazából marhahúsból készül, és az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy marhahús, tehát általában például lábszárad, nagyon-nagyon sokáig alacsony hőmérsékleten párolnak sörben. Tulajdonképpen ez fog most történni a tarjával is, azzal a különbséggel, hogy ez nem egy több órás, ilyen lassan főzött étel lesz, hanem egy viszonylag gyors, serpenyős változat. Tehát első körben só, bors, és egy kevés liszt, igazából tényleg minimális kell, itt tulajdonképpen csak annyi a cél, hogy amikor előpirítjuk, akkor egyrészt kap egy jó kis kérget majd a hús, másrészt azért ez az egészen kevés liszt a mártást is valamennyire majd sűríti. Ugye a forró serpenyő az tényleg azért fontos, mert ennek köszönhetően tudjuk szépen kérgesíteni a húst, akkor kap majd egy jó kis pörzsanyagot, ami egyébként azért ízben rengeteget tesz majd hozzá. Másik oldalát is sózzuk, borsozzuk, pici liszt. Négy gyönyörű szép előkészített szelet, közben már forró, szinte füstöl a serpenyő, akkor jöhet rá az olívaolaj, és már is a négy szelet hús. A húst első körben csak előpirítjuk, utána majd ki fogom szedni, egy picit melegen tartom, és közben haladok majd a mártás többi alapanyagával. Miközben a hús mind a két oldalon kap egy-egy jó kis kérget, előkészítjük a következő hozzávalókat, egy kis császárszalonna, ez majd azért ugye ad egy pici kis füstösséget, meg elég tartalmasra teszi egyébként az ételt, illetve vékonyra felszeletelt hagyma. A húst az tényleg rövid ideig körbepirítjuk, ugye szép színt kapott, ilyenkor egy tányérra kitesszük, és ezt alufóliával le fogom fedni, és addig, amíg előkészítem a mártás többi részét, addig ez szépen itt pihen. Így. Ezt szépen melegen tartjuk, és jöhetnek a további dolgok, császárszalonna. Ezt elkezdjük szépen megpirítani. Aztán jöhet hozzá egy egész felszeletelt hagyma. Picit meg is pirul, de azért nem kell teljesen megfőzni, hiszen a hagyma utána még a sörben, illetve ugye magában a mártásban is puhulni fog, és hogy egy picikét haraphatós lesz a végére, az sem baj. Hogyha már minden egy picikét megpirult, ugye ilyenkor már elképesztően jó illatok kezdenek felszabadulni a konyhában, akkor következik a lényeg. Ugye Belgiumban, a flamand konyhában is nagyon-nagyon fontos jelentősége van a sörnek, és nagyon sokat használják egyébként főzéshez is, még desszertekhez is, levesekhez, szóval tényleg a gasztronómiának igazából nagyon intenzív és nagyon jellegzetes része, és ennél is az fog történni, mint ahogy azt egyébként a belga konyhában nagyon gyakran teszik, hogy sörrel öntjük fel. Picikét hagyjuk elpárologni, ugye mint mindig, amikor alkohollal, akár borral, akár sörrel főzünk, nagyon fontos, hogy az elején, ugye erős hőfokon egy picikét főzzük el, hiszen az alkoholnak nem az alkoholtartalmát, hanem az ízét szeretnénk, tehát itt is ugye azt szeretnénk, hogy a sörnek az íze följön majd bele a húsba. Még jöhet hozzá, hát vagy alaplé igazából, vagy víz, ami éppen kéznél van. Hát, hogyha alaplé, akkor természetesen az mindig sokkal-sokkal finomabb. És ez tulajdonképpen a mártásnak az alapja. Ugye só, bors azért rögtön jöhet hozzá. Azért óvatosan, mert maga a császárszalonna is általában elég sós szokott lenni, úgyhogy érdemes közben azért kóstolni. Babérlevél, ebből kettő nyugodtan jöhet hozzá. Aztán egy szintén viszonylag ritkán használt, de nagyon jellegzetes, nagyon jó kis fűszer, a szegfűbors, abból egészet nyugodtan egy olyan négy szemet bele lehet tenni. Ugye ez egy picikét édes kis fűszer, és fogják látni, hogy a végén majd, amiknek hozzá kerül, hogy egy kis mustár, egy picike kis barna cukor, tehát azért ugye a sörnek is van egy saját pici édessége, édes karaktere, úgyhogy ezek a végén nagyon jól összefőnek, és egy nagyon harmonikus, nagyon különleges íz a végeredmény. Bors természetesen. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet vissza az előpirított, elősütött tarjaszelet, amelyik tulajdonképpen ebben a mártásban fog majd készre puhulni, készre párolódni. Egyébként a tarját sem kell azért nagyon sokáig főzni, elég hamar megpuhul tulajdonképpen, úgyhogy körülbelül egy olyan 20-30 perc alatt ez nagyon szépen meg is fog majd főni. Jöhet még a húslé.
Amíg párolódik a hús, érdemes lefedni, hogy gyorsabban megpuhuljon, viszont a végén mindenképpen érdemes levenni a fedőt, és ilyenkor még egy picit érdemes forralni, hogy besűrűsödjön a mártás, és fogják látni, hogy egy gyönyörűen, vékonyan bevonja, kicsit sziruposodik, ugye azért van benne egy csomó anyag a szalonna, a hagymától amúgy is sokkal sűrűbb lesz a mártás, mert ilyenkor nagyon jól néz ki. Az eredeti flamand marharagúnak, ugye az marhából készül nagyon hosszasan, három titka van. Az egyik az a nagyon jó minőségű mustár, magos mustár, ezt mi is fogunk majd ebbe tenni, mégpedig körülbelül egy olyan, hát, kettő kupos teáskanállal. Ezzel el is kevergetjük, ugye ez rögtön megy a mártásba, ez is még egy extra ízt ad hozzá. Aztán az eredeti belga receptben, vagyis az eredeti ételben szokott lenni egy ilyen nagyon különleges, ez egy belga specialitás, egy ilyen fűszeres, kalácsféle, kenyérféle tulajdonképpen, és azt szoktak belemorzsolni, vagy egy szeletet rátenni, és az is picit sűríti magát a mártást, illetve egy kicsikét édessé teszi, mert az egy ilyen fűszeres kenyér tulajdonképpen. Azt mi most nem fogunk beletenni, viszont cserébe, hogy egy kicsit azért azt az ízt és édességet megidézzük, jön egy picinát cukor, vagy barna cukor, ebből is mondjuk kettő, egy vagy kettő teáskanál, nyilván itt mindig azért a különböző alapanyagoktól függ, a sörtől, a hagymának az édességétől, úgyhogy érdemes közben kóstolni. És végül jön a harmadik titok, ami igazából a legszokatlanabb, de a végeredmény szempontjából nagyon-nagyon sokat számít, ez pedig nem más, mint egy kocka nagyon-nagyon keserű, magas kakaótartalmú étcsokoládé. Ez most egy ilyen 81%-os étcsoki, amit a Lidlben lehet kapni, és ezt nyugodtan lehet hozzá használni. Csokoládét úgy képzeljék ebben az ételben el, mint egy fűszert tulajdonképpen, ami egy plusz ízréteget ad hozzá. Ezt is belerakjuk, ezzel már tulajdonképpen ugye csak összefőzzük, ezzel már más teendőnk nincs. Akkor ugye látják, hogy nagyon szépen besűrűsödött, ugye azért mind a nátszukornak, mind a hagymának köszönhetően ez egy elég sűrű mártás lesz, picikét olyan szirupos, de hogy még erre rátegyünk egy lapáttal, ez már inkább tulajdonképpen egy klasszikus francia technológia, egy egészen kevés, mondjuk egy kockányi vajat hozzáteszünk, ezzel már nem főzzük, ugye a vajnak szintén mindig van egy sűrítő hatása, hanem ezzel igazából majd csak kicsit így megrázogatjuk, még inkább sejmes, és még inkább fényes lesz az állaga a mártásnak, ugye lehet is látni, amikor ilyenkor a vaj rögtön beleolvad, és ezzel gyakorlatilag el is készült, úgy nincs más hátra, mint a tálalás. Ezt az ételt Belgiumban mindig sült krumplival szokták tálalni, úgyhogy én is így teszek, most nagyon-nagyon jól passzol is hozzá egyébként. Tehát ugye tényleg látják benne, hogy nagyon-nagyon jók az ízek, tehát azért van benne rendesen anyag, ugye csupa finom dolog van benne, mustár, császárszalonna, szóval azért a mártásban rengeteg-rengeteg jó íz és jó anyag van, ugye a szalonna, a hagyma, a mustár, a sör természetesen, tehát csupa-csupa ízes dolog, úgyhogy ez egy elég tartalmas és szerintem elég férfias fogás egyébként. És látják, hogy ez tulajdonképpen akár egy hétköznap, tényleg 30 perc alatt összedobható, hamar elkészül. Ez a gyors, tarjás változat szintén nagyon-nagyon finom, úgyhogy remélem, hogy tetszik. Jó étvágyat kívánok!